ágazati alapoktatás és az azt követő szakirányú oktatásra tagolódik. A jövőbeni vizsgaelnököknek tartott oktatást a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, ugyanis ahhoz, hogy a pályázók felvételt nyerjenek, a névjegyzékbe egy tréningen kell részt venniük. Az új pályázók mellett minden évben lehetőséget biztosítunk a már névjegyzékben szereplő elnököknek, vizsgafelügyelőknek is, hogy részt vegyenek a tréningen ismeretmegújítás céljából. A tréning végén ők is vizsgát tesznek az új pályázókkal együtt. Vizsgaelnök csak az lehet, aki legalább mesteroklevéllel, illetve 10 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ezeken a képzéseken nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a vizsgaelnökök és a vizsgafelügyelőknek milyen feladatai is vannak. Nagy általánosságban ezek egyformák, ők felelnek a vizsgának a szabályszerű lebonyolításáért, átvizsgálják a tanulóknak, illetve a képzésben résztvevő személyeknek az iratait, ellenőrzik, hogy teljesítettek-e minden felvételt, hogyha a gyakorlati vizsga olyan helyen van és megköveteli az előírás, akkor munka- és tűzvédelmi oktatást tart nekik. A résztvevőknek az előadás zárásaként egy ellenőrző tesztkérdéssort kellett megválaszolniuk. A következő képzésre októberben kerül sor, akkor a vizsgafelügyelőknek kell számot tenni tudásukról.